megírták, elmondták, hogy sokan szeretnék a jelenlegi nevet, tehát használni az MR123-at, és nagyon sokan szeretnék enélkül látni a rádiójukat. Ugye eleve ez jót is jelent, tehát ezt a rádiót sokan szeretik, ennek a hallgatói hűségesek azonosulni akarnak vele még a névvel is. Ha az én 13 éves lányom blogolási szokásait és nyelvi megfogalmazásait nézem, akkor jó az MR1-1-2. Hát könnyű. Ha a 85 éves rádió hagyományait nézem, meg egyáltalán, hogy ez egy magyar közszolgálati intézmény, akkor nagyon jó a magyar rádió elnevezés. Szerintem ez egy magyar rádió, és annak csatornái vannak, Petőfi és Kossuth, és lehet olyan helyzet, egyáltalán itt ebben az egész tervben, hogy a rádió megjelenése az elrugaszkodik csak a sugárzott lehetőségtől. Vannak olyan helyzetek, vannak olyan programok, amelyiknél adekvát ez a... Ezért úgy gondolom, hogy ezt a ott lévő hallgatói kört lehet, hogy ilyen tartalmakkal, beszélgetéses műsorokkal át lehet csábítani, szépen lassan, vagy átvezetni a Kossuth Rádióra. Még mindig egyébként, bocsánat, közülállok, én ezt az egész elnevezés dolgot egy kicsit mesterséges cirkusznak érzem, hiszen van Magyar Televízió, és van M1, és van M2. Nem hallottam még vitát arról, hogy ez jó-e így, vagy nem. Miért nem hívják, hogy Magyar Televízió 1, Magyar Televízió 2, vagy mit tudom én? Még mindig a nézők kérdéseit próbáljuk, vagy okay. Hát a közönség kérdéseit próbáljuk feltenni. Nagyon sokakat irritál a székház, sokakat irritál, amit a sajtóban lehet olvasni, a létszám, sokakat irritál, olykor-olykor megjelenek címlapon bizonyos, nem tudom, hogy megerősített vagy nem erősített fizetések. Lesz-e székház összevonás, lesz-e elbocsátás, lesz-e bérmódosítás? Hát hála Istennek egy csomó okos ember sűrök forog e körül a projekt körül, hogy divatos szóval éljek, nem kell neki mindennel foglalkozni. Szakmailag azt tudom mondani, hogy indokolt lenne egy helyre költöztetni az összes közmédiumot, mondjuk talán ide. De ugye ez gazdasági kérdés elsősorban. Óbudán vagyunk e pillanatban. Óbuda, bocsánat, igen. Hogyha ez nem megy valamilyen oknál fogva, ez még sajnálatos, mondjuk maradjuk, amely egy helyre költöztetni, akkor én azt gondolom, hogy jön a B-terv, kéne, hogy jöjjön, amit nem látok még pontosan, de szerintem az lenne, hogy a hírműsorokat legalább egy helyre, a hírgyárat, vagy a hírcentrumot egy helyre költöztetni. Nem mondom, ez a székház elbocsátások és bérek? De elbocsátásokkal kapcsolatban azt mondani, hogy egy csomó feladat van, amit meg kell csinálni. Tehát nem arról szól ez az egész, hogy most el kell bocsátani embereket, hanem megvan szabban adjába, hogy mit kell csinálnunk, és megnézzük, hogy hány ember kell. Ez nemzeti érték. Hogy az mennyi fajta új feladatot fog szülni, hogyha az tényleg valóban egy értékként akarja használni ez az elképzelés. Hogy ott nem lesz elég egyszerűen csak beleltározni, kileltározni, aztán egyszer egy kérésre kigyűjteni. Az egy komoly
újságírói munka is akár, hogy azt kitalálni, hogy hogy tud beépülni, ezek az archívumot említem, archívumokat említem, hogy tud beépülni ezeknek a médiumoknak a műsorkészítői tartalmi munkájába. De még vissza a helyszínhez, én végig jártam, 3 éve nem voltam a rádió épületébe, és napokban végig is sétáltam. Egyik emeleten vannak munkatársak, a másik emelet üres, mint a 70-es években a szovjet hotellek, ahol bizonyos emeleteket nem lehetett kiszállni, mert ott belbiztonsági erők működtek. De zsurnáját. Félik és túl ezt az épület vagyont, ott jól használjuk-e? Csaba, általában minden vezető azt szereti, hogyha egy idő után az ő nevéhez köthetők a változások. Mikor lehet látni a képernyő, mikor lehet hallani a rádió hullámain azt, hogy most egy új rendszer van, most máshogy működnek a dolgok, és most a ti felfogásatok szerint jobban? Szerintem tavasszal. Tavasszal? Tehát tavaszra meg lesz a hírcentrum, és a hírcentrum fogja... Tehát tavasszal már 7:30-kor azt fogjuk mondani, hogy kapcsoljuk az MTI-t. Ez egy folyamat, tehát nem tudom megmondani. Körülbelül 1 évünk van rá, hogy ezt megcsináljuk, de én a gyors munkának vagyok a híve, tehát szerintem az ilyet lendületből lehet megcsinálni. Én szeretném a tavasszal már, tehát ilyen kézzelfogható vagy hallható jelei lennének a változásoknak. Tavasszal, én is úgy gondolom. Igen? Benne vagyunk. Nyakig, tehát legyen tavasszal. Szívesen meghallgatjuk egyébként a másik két vezérigazgatót, Kovács Szilvesztert és Medvecki Balást is természetesen. Kísérletet is teszünk rá, hogy ők is a vendégeink legyenek. Meg hát mondanánk azt is, hogy majd nézzük figyelemmel, meg kísérjük az eseményeket, bízunk benne, hogy belülről, de az egy másik dolog. De nem vagyunk belterjes. Látni fogjátok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.